Ülést tartottak a Kereskedelmi és Iparkamarában. A Párbeszéd Magyarországért aktivistái aláírásokat gyűjtenek. Vereséget szenvedtek az acélbikák a Csíkszereda ellen. Köszöntöm Önöket, a D+ TV híradóját látják. Újabb ülést tartottak kedden délelőtt a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamarában. A Dunamunka TOP projekt részeként megvalósult foglalkoztatási fórumon a digitális szakemberképzésről és a Z-generációról hallottak előadásokat a résztvevők. A Z és az Alfa generáció képzéséről, az újonnan jelentkező foglalkoztatási igényekről, lehetőségekről tartottak szakmai előadásokat a Dunamunka TOP helyi foglalkoztatási együttműködések Dunajvárosban és járási területén című projekt keretében. A Dunajvárosi Járási Foglalkoztatási Fórum programján elsőként Vass Zoltán, a fórum elnöke köszöntötte a tagokat és az érdeklődőket. Laufer Tamás, az Informatikai Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségének elnöke, többek között a 4. ipari az automatizálás térhódításáról és ezek következményeiről beszélt. Magyarországon is nagyon nagy beruházások nem csak lesznek, hanem már vannak is, és ezen beruházások gépsorokat hoznak be, új robotokat hoznak be, és ezek a robotok gyakorlatilag kihelyettesítik, mert sokkal hatékonyabban tudnak teljesíteni, mint korábban ezt, ahogy az emberekkel ezt a feladatot ellátták, de mint mondtam, hogy ezek az új technológiák új munkákat fognak szülni, új munkahelyeket fognak teremteni, viszont erre az emberekén képezni kell. És igazából ennek a konferenciának, illetve fórumnak is ez volt a fő tárgya, hogy hogyan lehet ezt a képességet kifejleszteni. Én erre az előadásomban erre tértem ki, és erre példákat hoztam, hogy hogyan lehet munkahely mellett egy olyan kvázi rövid, középtávú képzési formában részt venni, amit az ember nem csak ismereteket szerez, hanem valójában képességeket is, és egy magasabb szintű feladatokat, nyilván jobb körülmények között, és biztos munkahelyel meg tud valósítani. Ruf Tamás, a Magyar Városkutató Intézet kutatási igazgatója, számos érdekességet mutatott be prezentációjában arról, hogy milyen különbségek vannak az egyes generáció között, mennyivel másabb világban, másabb körülmények között nőtt fel az, aki a rádió elterjedésének idején született, és az például, akinek már természetes mindennapi dolog a mobiltelefon és az internet. A legelső és legnagyobb kihívás az az, hogy ez egy jóval szűkebb generáció, jóval kevesebben vannak a demográfiai folyamatoknak köszönhetően. Azaz, amikor ők aktív munkavállalóvá válnak, több embert kell, több nyugdíjat kell majd eltartani. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik legfőbb kihívás. De emellett további kihívás lesz a foglalkoztatók, illetve munkáltatók számára az, hogy egy teljesen más munkakultúrával rendelkeznek, más igényeik vannak, más elképzeléseik, más céljaik, mint amik mondjuk eddig jó bevált gyakorlatok voltak a munkaerőpiacon, és kérdés, hogy a munkáltatók felkészültek-e erre. Legyen az munkakörülmények, az időbeosztás, a feladatkiasztás tekintetében. Mint azt Ruf Tamás hozzátette, az új kihívások újabb és újabb feladatokat állítanak majd a munkáltatók, illetve a munkaerőpiac szereplői felé. Bruttó 4 forinttal csökkenti a 95-ös benzinliteránkénti árát szerdán a MOL, a gázolajára nem változik. Így a benzin átlagára 369 forint lesz, míg a gázolaj 421 forint marad. Az üzemanyagok ára legutóbb múlt szerdán változott, az autósok akár 50 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. Szabó Zsolt, a Párbeszéd Magyarországért önkormányzati képviselője, valamint a PM aktivistái aláírásokat gyűjtenek az Európai Korrupció Ellenes Ügyészséghez való csatlakozásért. Hétfő délután a római városrészben próbálták megszólítani a dunaújvárosi állampolgárokat. Szabó Zsolt ekkor azt mondta, több képviselői indítványt is benyújtott már ennek kapcsán a közgyűlés elé. Több egyéni képviselőindítványt is adtam be, amiben átláthatóságot és korrupció ellenes szabályokat javasoltam. Ezeket az indítványaimat minden esetben leszavazta a fideszes többség. Azt gondolom, hogy itt az ideje, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, itt az ideje, hogy a Fidesz eldöntse, hogy az átláthatóság és a korrupciómentes politika híve-e, vagy folytatja azt az utat, ami a mutizásról,
Orbán Viktor vejének a Dunajvárosi stadion felújításáról, a közvilágítás mutyiról szól. Újra be fogom adni azt az egyéni képviselő indítványomat, ami arról szól, hogy a Modern Városok programhoz kapcsolódó összes számlát, teljesítési igazolást, szerződést a város honlapján hozzunk nyilvánosságra, hiszen szerintem ezekkel a fejlesztésekkel forintra, fillérre átlátható módon el kell számolni a városlakók számára. Az alkatrészek.hu felméréséből kiderült, havonta vagy csupán a szezon elején ellenőrzi a téli gumik állapotát a magyar autósok többsége, ami viszont pozitívum, hogy már több mint 96% cseréli le a kerekeket a tél beállta előtt. A szabály szerint 720 fok alá csökkenő hőmérséklet esetén kell téli gumira váltani. 7 fok alatt a nyári gumikanyaga megkeményedik, így a hajnali fagyokban a reggeli indulásnál nem tapadnak eléggé. Legkésőbb 5 évente ajánlott cserélni az abroncsokat a használt kilométerektől függetlenül. Erősen tartalékos csapattal vágott neki az Erste Liga hétfő esti mérkőzésének a Dunaújvárosi Acélbikák csapata. A miénk a tabella második helyén álló Csíkszeredagárdáját fogadták, végül pedig elég egyértelmű, 8-2-es vereséget szenvedtek hazai pályán. Az Erste Liga hétfő esti mérkőzését itthon játszhatta a Dunaújvárosi Acélbikák csapata. Talán ez lehetett az egyetlen öröm a mérkőzésben, hiszen ettől függetlenül egyébként egy erősen tartalékos együttessel kényszerültek nekivágni a találkozónak az Acélbikák. A hiányzó csatárokat és kapust a Dunaújvárosban edződő fiatalokkal próbálta megpótolni a vezetőség, így kapott lehetőséget a 19 éves Pincés Bendegúz, aki kezdő kapusként lépett pályára, a 16 esztendős Gulácsi Ábris, illetve a szintén 16 életévét betöltött Barna Dávid is. A mérkőzés kezdete előtt még azonban egy kisebb ünnepségre is sor került. A DAB játékosai ajándékokkal köszöntötték a nemrég európai szuperkupa győzelmet szerző dunaújvárosi vízilabdázó lányát. Gyorsan elvette kedvét az ünnepléstől az éppen edzőváltás körüli problémákkal küzdő együttesünknek a vendégcsapat, hiszen már a második percben vezetést szereztek Gecse Hugo találatával a kék vonalról. Egyértelmű csíkszeredai fölény uralkodott a jégen, ez pedig a 13. percben újabb találatot szült, majd néhány perccel később 3-ra növelték előnyüket a vendégek. Lehetősége ugyan adódott a mieinknek, hogy szépítsenek, ezek azonban nem sikerültek, így az első szünetre 3 gólos, maga biztos előnnyel vonultak az erdélyiek. A második játékrészben sem kellett sokat várni az újabb találatra. Sajnos ez is a hazai kapuba érkezett, akkor már a valamivel tapasztaltabb Garbac mellett találtak kapuba. A 27. percben végre emberelőnybe kerültek a mieink is, ezt pedig Francila egy góllal köszönte meg. Ezt egy újabb hazai találat követte, amikor Nagy Márk pontos passzát Makovics Bence értékesítette, így pedig egy kicsit újra nyíltabbá vált a mérkőzés. Elég nehéz így. Ugye most ment el az előző edzőnk, kicsit fejbe rendet kéne rakni. Hát nem tudom, igazából elég nehéz lesz az új edzőnek is, de nyitottnak kell lennünk felé, és remélem, hogy sikerülni fog a következő mérkőzéseken 60 percig koncentrálni. Fontos lett volna a jó kezdés az utolsó játékrészben, ez viszont nem a dunaújvárosiaknak sikerült, így az 5. vendéggól után teljesen szétesett az Acélbikák csapata, akik eddigre mentálisan elfáradtak. Végül Fodor Csanád duplája és Miknov Alexej beállította a mérkőzés 2-8-as végeredményét. A mérkőzés előtt tudtuk már, hogy ez nagyon nehéz lesz, de kértem a fiúktól, hogy ne is gondoljanak arra, hogy most hiányzóink vannak, mindenki a saját feladatára koncentráljon, és ez így is volt egy darabig, aztán sajnos hamar hátrányba kerültünk, elég nagy hátrányba, és én is tudom személyesen, milyen nehéz ilyenkor játszani. Vissza tudtunk jönni a meccsbe, de ilyenkor a legfrusztrálóbb, még nagyobb hátrányba kerülni, és most ezt mentálisan nem bírt el a csapat. A sebek nyalogatására nincsen sok idő, hiszen ha lehetséges, akkor egy még keményebb ellenfél vár a mieinkre. Pénteken a jelenleg listavezető Fradi otthonában lépnek jégre a dunaújvárosi Acélbikák, hogy pontokat próbáljanak rabolni. Legfontosabb híreink jönnek röviden. Ülést tartottak a Kereskedelmi és Iparkamarában. A Párbeszéd Magyarországért aktivistái aláírásokat gyűjtenek. Vereséget szenvedtek az Acélbikák a Csíkszereda ellen.
Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, most Tóth Veronika érkezik az időjárás jelentéssel, majd Hír Plusz című műsorunkban a Foglalkoztatási Fórum ülésével foglalkozunk. Maradjanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Szerdán marad a borongós idő, helyenként napközben is párás, ködös lesz a levegő. Többfelé várható újabb eső, jelentősebb mennyiség az Alföldön hullhat. Északkeleten még élénk lehet az északkeleti szél, hajnalban 1-4, napközben 4-7 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön is borongós, párás, helyenként ködös időre készülhetünk. Még mindig többfelé fordulhat elő szitálás, kisebb eső, délután 4-5 fok várható. Pénteken is a felhők lesznek túlsúlyban, csak rövid napos időszakok lehetnek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!